De hát, igen. hogyha meg álmatlanul forgoló éjszaka, akkor nem, meg a hitvesi ágyból, hogy mondtad, nincs kedve odafordulni, akkor minek? Ugye Jézusnak volt ez a, az egyik ilyen mondása, hogy könnyebb a, a, a hogy a tevének átkenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, most mondjuk úgy, hogy a, igen, de a boldogságát megtalálnia. És hogy és tényleg ezt sokaknál látom, hogy, hogy ez nagyon nagy nehezítő körülmény, hogy nagyon sikeres. Ami, hogyha ugye mintákat kapok, és a mintáim sikeresek, akkor arra rácsodálkozni, hogy én minták szerint éljek, és nem biztos, hogy így kéne éljek, sokkal néze, igazából csak ennyi és akkor utána kezdődik ez a következő korszak, amikor ez már sikerül, az a keresés nagy korszaka. Ez a, a vágyak, az önismeret, a lélek az igazság felfedezésének a, a, nagy korszaka, a középső korszak, ez a tudatos. Szoktam már úgy is beszélni, hogy az első harmadot homokra építjük, az első harmadnak az életét. Olyan értelemben, hogy a szüleinktől kaptunk valamit, és, és az, tehát ugye a legbölcsebb szülő is csak mintát tud adni a gyermekének. Minden életbölcsességünk, ha azt mind összeadjuk is, a mi gyermekeink szempontjából igenek és nemek. Tiltások és engedélyek.